Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, mindig odafigyelünk, vannak-e új hírek, új megoldások, vagy éppen a közelmúltban milyen fejlesztések történtek, és az az igazság, hogy nem árt többször meghallgatnunk egy-egy témát, mert annyi mindent borít ránk a média, hogy sokszor magyarázat nélkül talán nem is értjük a dolgokat. Mi most az őssejtekkel fogunk foglalkozni, illetve van egy nagyon érdekes címünk mára, ami nem más, mint az a javító készlet. Mi is ez? Mi csodák vagyunk? Mi egy autó, amit majd kijavítunk? Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ismét itt lehet szakértőként Miskó József, az egészség nagykövete, akitől hát gondolom annyi választ kapunk minden kérdésünkre, hogy rögtön tisztában leszünk mindennel. Köszönöm szépen, hogy itt van. Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket, és igyekszem majd a kérdésekre megfelelő választ adni. Hát el is várjuk, és én rögtön azt mondom, hogy akkor tegyük tisztába ezt, hogy az ember javítókészlete, mi az, hogy javítókészlet, segítséget kérünk. Az emberi szervezet, ugye a sejtjeink, a szöveteink, a szerveink folyamatos kihívásnak vannak kitéve. És a felmerülő problémákat úgy is tudom mondani, hogy a szervezet üzem közben, üzemmódba igyekszik kijavítani. Na most a tapasztalat az, hogy körülbelül 25 éves korunkig ez nagyon precízen megy a szervezetünknek, hiszen akkor minőségi javító készlet áll a szervezetünk rendelkezésére. Aztán 25 éves kor után kezdődnek azok a problémák, 30 év fölött, inkább 40 év környékén meg már nagyon sokszor érezzük azt, hogy hát nem tudja a szervezet az önjavítást, az önkorrekciót megvalósítani, tehát beköszönnek azok a kis civilizációs betegségek, amelyek emberek millióit érintenek. Ugye ezek között szerepel a demencia, a diabétesz, a vérnyomás problémák, az emésztéssel kapcsolatos problémák, a mozgásszeri panaszok, és ez mind annak köszönhető, hogy nem tudja már megfelelő minőségben kijavítani a szervezetet, a keletkezett hibát. Tehát akkor tulajdonképpen most már nem számíthatunk úgy magunkra, valami kell, egy beavatkozás, és hát itt ez a kérdés, hogy de mit csinál ez a beavatkozás? Hát szerencsére van jó hírem, amit már nagyon sokan hallottak, hogy 1929-ben megszületett egy csodálatos felfedezés. Köszönhetjük ezt dr. John Davidsonnak, egy kanadai orvosnak, tudósnak, aki rájött arra, hogy a szervezetünkbe a leghatékonyabb minőségi javító eszköz vagy készlet az önsejtek. Rájött arra is, hogy 25 éves kor után ez a javító készlet rendelkezésére áll, csak működésképtelen. És kutatásai során rájött arra, hogy miért nem működik a megfelelő őssejt javító készletünk, megtalálta a kulcsot ehhez, és hát 50 évvel később jön de ez kaland, ezt meg is tudta valósítani egy nagyon egyszerű formába, hogy mindenki saját javító készletével rendelkezik most már, ami működőképes. Tehát be tudjuk indítani a szervezetünkbe kortól függetlenül újra az ősejteket, amelyek, mint mondtam, a leghatékonyabban tudják korrigálni, kijavítani a napi működés során keletkező kis apró hibákat. Tehát akkor az igazi nagy lényeg ebben a rendszerben az, hogy tulajdonképpen nem kívülről viszünk be valamit, csak fölrázzuk azt, amink már megvan. Hát, illetve hát kívülről visszük be a kulcsot. Kulcsot, így van, csak a kulcsot visszük be kívülről. Ma egyébként az őssejtekkel való egészség, egyensúly visszaállítás trendi lett. Egyre többet lehet hallani arról, mint megelőzés elsősorban, hogy kívülről is lehet bevinni. Na most ez egy olyan dolog, amire azt tudom mondani, hogy gondolkodjunk egy kicsit. Hiszen ha nézem a klinikai őssejt módszereket, ugye mindig
kivesznek valamit valahonnét, tehát saját ősejtünket ültetik át valahova, vagy a köldögzsinórvér, mint olyan, amikor leveszik, mély hibernált állapotba kell, hogy tartsák. Tehát, ami nem olcsó, így van, és csak akkor veszik elő, amikor szeretnének problémát megoldani. Na most az, hogy mi kívülről tudjunk bevinni, ahhoz megfelelő körmények kellenének, tehát itt a módszer lényege az, hogy a tudomány arra jött rá, hogy a bennünk lévő őssejtek felébresztése és működtetése a leghatékonyabb, a legrizikomentesebb. És ehhez találta meg a kulcsot Dr. John Davidson, amit szabadalmilag le is védtek, és jelen pillanatban egyetlen egy módszer tudja használni. Tehát akkor a legjobb, ha ezt a valamit, ezt a kulcsot bevisszük magunkba, rendszeresen gondolom, vagy kúraszerűen? Hát mivel a szervezetünk nem hiszem, hogy kúraszerűen működik, naponta keletkezhetnek problémák, anomáliák, elakadások a szervezetünkbe, ezért a szervezet naponta igyekszik kijavítani. Az a legjobb, mert akkor azt mondjuk, hogy hát én egészséges vagyok, nincs semmi problémám. Miért? Mert az öngyógyítás, az önjavítás az a nap 24 órájában minden másodpercben működőképes, ha a szervezetünkben meglévő saját ősejtjeink működnek. Tehát nem biztos, hogy a kúraszerűség az eredményes ebben az esetben. Most azért az ember szervezetének sok mindenre van szüksége, hiszen van egy nagy csontrendszerünk, van egy érhálózatunk, a szív- és érrendszerünk, és különböző részekre bontható maga a szervezetünk. Épp ezért ennek a komplex rendszernek van még három társrésztvevője. Igen, mert ugye igaz, hogy minden szervünk rendelkezik a saját speciális ősejtjével, ami funkcionális ősejt már. De nyilvánvaló, hogy a szervezet sejtjeit egyébként is támogatni célszerű. Nagyon fontos a mikrokeringés jó működése, tehát ehhez is van egy fantasztikus készítmény. Nagyon fontos a mikrobiom, enzimháztartásunk, napi pótlása, karbantartása, és hát nem utolsó sorban az utóbbi években nagyon, de nagyon fókuszba került az immunrendszerünk hatékonysága. És itt kiemelném, hogy a készítmény család négy lába az maximálisan biztosítja egyrészt a rendszereink jó működését, tehát az érrendszer tisztaságát, rugalmasságát, az enzim háztartás megfelelő mennyiségét és minőségét, és hát ami egy új dolog, hogy nem erősítjük az immunrendszerünket, hanem a szabályzó képességét, a beavatkozó képességét, a felismerő képességét tudjuk a legmagasabb szinten tartani. Igen, ez nagyon fontos. Azt terjedt el valóban ilyen szóhasználatban, hogy az immunrendszer erősítése, de az nem is mindig jó, hiszen a túlerős immunrendszer a jó dolgokat is kiveti a szervezetből, míg egy jól beállított immunrendszer pont úgy reagál, ahogy kell. Igen, hát ugye az immunrendszerünknek két fő jellemzője van, egyrészt a megengedő és a pusztító. Na most, ha erősítjük, akkor melyiket erősítjük? Úgymond az elnézőt, hát akkor semmi ellen se fog fellépni. A pusztítót, akkor meg mindent elpusztít, még a jót is. Tehát itt van az, hogy az immunrendszerünk, én úgy tudám mondani, hogy külön gondolkodással, identitással rendelkezik. Ezt úgy nevezzük, hogy az immunsejtek szelektív felismerő képessége, hogy meg tudja magas szinten különböztetni, hogy ez most jó vagy ártalmas. Ezt tudjuk ezzel a készítménycsaláddal nagyon precízen biztosítani. Na most, akkor így nagyjából értjük, hogy van egy négy tagú család, de ehhez hozzájött egy új dolog, amitől már azért mi beszéltünk kétszer-háromszor, és fontos lenne tudni, hogy ez vajon hogyan kapcsolódik mindahhoz, amiről most eddig beszéltünk. Egyszerűen hajszárítónak szoktuk hívni, de én kérem, kedves József, hogy azért mutassa meg és mondja el, hogy mi is ez. Hát igen, ez a, hát úgy is mondhatnám, hogy egy csoda készülék, egy wellness készülék, amely tavaly évben
lett kifejlesztve, illetve már korábban, de igazából a tavalyi évben tudtuk kézzel foghatóvá tenni, holott amire használjuk, már korábbi előzménye is van. Ez pedig egy teljesen új megoldás az egészség területén, egy úgynevezett terahertzzel működő wellness készülék. Mi az, hogy terahertz? Hát én talán ott kezdeném, hogy az ember ugye a sugárzások hálójába él. Egyrészt vannak geopatogén sugárzások, ezek a természetes sugárzások, és sajnos egyre erősebb a mesterséges, úgynevezett elektroszmog sugárzás. Ezek a sugárzások hatnak a sejtjeink rezgésére. Tudjuk, hogy a sejtjeinknek van egy optimális rezgése, amit úgy nevezzük, hogy a sejtek egészséges rezgése. Hát ezre hatnak elsősorban ezek a sugárzások, és megváltozik a rezgés. A megváltozott rezgés viszont megbetegíti a sejtet, tehát a sejt funkciózavarba kerül, aminek a következménye az, hogy különböző szintén egyensúlytalansági állapotok alakulnak ki a különböző szerveinknél. Az emberiség nagyon sokféle megoldást keresett, ugye a mágnesterápiát, a fényterápiát, akkor a lézerterápiát is segítségül hívta ahhoz, hogy vissza tudjuk állítani ezt a megbillent rezgést a sejtjeinknél. És a legújabb, legfejlettebb technológia közt most a terahertzet tartják. Már Einstein is azt mondta, hogy a jövő gyógyászata a frekvencia gyógyászat lesz. Na most ez frekvencia, mégpedig a mikrohullám és a infravörös hullám közt helyezkedik el ez a tartomány, és annyit kell róla tudni, hogy egy olyan különleges frekvencia, ami teljesen megegyezik a szervezetünk egészséges sejtjeinek frekvenciájával. Magyarországon 2002-ben folytak már kutatások gyógyászati célra való használata szempontjából a terahertzzel, mégpedig a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és ott is elsősorban a leukémia területén látták a megelőző hatását. Hát kellett várni egy kis időt, míg 2014-ben készült el az első készülék, nem Magyarországon, Távol-Keleten, és 2020 környékén voltak azok a fejlesztések, hogy a nagy gyógyászati terahertz készülékeket lekicsinyítve lakossági célra is lehessen már otthon naponta használni. Ezzel tulajdonképpen befolyásoljuk az általunk kiadott sugárzásokat, ami esetleg nem jó, vagy kisebb frekvenciájú, és ezzel rendbe rakjuk, vagy valójában mit csinál? Hát egy nagyon érdekes, ahogy a szervezetünket támogatja, én úgy mondom, ugyanis napi kihívásnak vannak a sejtjeink kitéve. Ez megváltoztatja a sejtek rezgését, és hogyha ez a sejtrezgés állandosul, akkor a sejt megbetegszik. A megbetegített sejt már funkciózavart idéz elő, tehát kialakulnak különböző diszfunkciós állapotok. Cukorbetegség, magas vérnyomás, fájdalmak, mozgásszeri panaszok, agyi traumák, tehát az egész szervezetünk energetikailag is fáradékonyabbak leszünk, közérzetünk változik. Ez a készülék képes arra, hogy először is nem ionizáló sugárzás, mondjuk mint a röntgen sugárzás, tehát nem roncsolja a sejteket, nem károsítja a DNS-t, ami nagyon fontos. Tehát nem avatkozik be a sejt működésébe. Képes áthatolni vízzel kevésbé telített sejteken is. Tehát az előnye, hogy a zsírral telített sejtekbe is képes kifejteni az egyensúly visszaállítást. Aztán, ami nagyon fontos, hogy naponta használva szinte megfürdetjük a szervezetünket, a sejtjeinket ezzel a terahertzzel, tehát magyarul a sejteket visszabillenti az eredeti rezgés tartományba. És 8 olyan terület van, amivel nagyon tudjuk támogatni a szervezet jó működését. A terahertz készülék tisztítja az érrendszert. Tehát magyarul a keringésünket javítja. Tisztítja a nyirokrendszert. Megszabadítja a szervezetet a fölös méreganyagoktól, veszélyes toxinoktól. A meridián pontokat, az energiapontokat tisztítja, a csakráinkat tisztítja, gyulladás csökkentő hatást is észleltek a tudósok. Hát nyilvánvaló, hogyha a méreganyagok távoznak a szervezetünkből, akkor csökken a gyulladási folyamat. A pozitíva hat a szervrendszerek működésére, tehát egyensúlyi állapotot tud biztosítani a szervezetbe, és hát segíti, ami nagyon fontos, a szervezet öngyógyító képességét.
az a tapasztalat, hogy hamarabb gyógyulnak sérülések után, és jobb minőségben a szervezetünk sérült részei, ugyanis célzottan tereli az őssejteket azokra a területekre, ahol baj van. Tehát akkor tulajdonképpen akár tényleg egy csodaeszköznek is lehetne mondani, ha ennyire átfogó az, ami jót tud nekünk adni. Káros dolgot nem tud csinálni? Hát a klinikai tesztek az elmúlt évek kutatása alapján, és mondtam ezt már 2014-ben Távol-Keleten klinikákon is, természetgyógyászati központokban is használják, jelen pillanatban úgy látjuk, hogy nem. Vannak természetesen olyan esetek, például pacemaker esetében, implantátum esetében, ahol nem célszerű használni az adott területen. De az nem jelenti azt, hogy ha valakinek pacemaker van beültetve, nem kezelheti a kezét, a lábát, egy a nemi szerveket, egy csonttörést nem tud vele kezelni, csak éppenséggel célzottan nem lehet azon a területe használni, vagy nem javasolt azon a területe használni, ahol van egy implantátum, vagy éppen egy pacemaker. 3 hónapos kortól lehet használni, addig, amíg élünk. Hát vannak tapasztalatok, pikkelysömör, ekcéma esetén, gyerekeknél is alkalmazva nagyon gyorsan javult például az ekcémás probléma. Segített leküzdeni a bőr problémákat égési sérüléseknél, és nagyon gyorsan megnöveli, és szinte teljes értékű lesz a szervezet öngyógyító képessége. Hát most még egy nagyon fontos kérdés maradt hátra, hogy honnan tudjuk, hogy melyik ez a bizonyos eszköz? Mi az, amit, hát nem azt mondom, hogy eredeti, de szóval, hogy amiről mi ezt a sok jót elmondtuk, valóban meglegyenek ezek a tulajdonságai. Hogy ellenőrzi egy ember? Igen, hát ez a készülék, ugye, ami mögött egy nagy tudomány van, és folyamatosan ma is fejlesztik, egyféle változatba kapható. Megjelentek sajnos már hasonló változatok is. Ahogy az lenni szokott, mindjárt csinálják a rossz másolatot. Igen, a jót könnyű, meg mindenki szereti. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem egy mosdócsaptelep, nem is egy géparkatrész, hanem ez egy olyan készülék, ami ugye a szervezetünk egészségével kapcsolatos. Tehát azokat a jó tulajdonságokat, amiket klinikai tesztekkel igazolt vissza a fejlesztő, a gyártó, ami egy gyakorlatilag, azokat erre az egy típusra tudjuk bizonysággal mondani, hogy működik. Tehát mikor olyanokkal találkozunk, mint a formája, mint a színe, nem ugyanaz. És el is mondják sajnos páran, hogy hát nem érzik ezeket a hatásokat, nem tudunk felelősséget vállalni. 2, hogy azért ugye itt az egészségünkbe történő biológiai beavatkozásról is van szó. Tehát nem hiszem azt, hogy egy piacon lehet venni jó gyógyszert, vagy olyan készítményeket, amelyek az egészséggel kapcsolatosak. Tehát mielőtt vásárolnának, keressenek bennünket, megmondom. Tehát miért. Ezt vállalják önök, hogy tanácsot adnak? Igen, egyrészt nagyon fontos itt a tanácsadás. Van egy olyan videó, ami elmondja a működését, de ennek a készülékét, akkor kapnak hozzá egy nagyon fontos dokumentumot, ez mind a használat, mind a kezelés, ez majdnem egy kézikönyv. Uh-huh. Tehát ez mind ehhez a típushoz hozzá tartozik. Ami még nagyon fontos, hogy szakmai segítség. Tehát a használt közben felmerülhetnek egészségügyi kérdések, hiszen a szervezetünket segíti, támogatja, tehát orvosok, szakemberek állnak ilyenkor azoknak a segítségére vagy rendelkezésére, akik ezt a típust választották. Nem tudunk segíteni azoknál a típusoknál, ahol nincsen meg ez a megfelelő háttér. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves József. Úgy tudom, hogy e-mailen is lehet önökhöz fordulni, hírlevelek vannak, akit ez már komolyabban érdekel. Amennyiben tájékozódni szeretnének információt ezről az új technológiáról, vagy az egész programról, a következő weboldalon tudnak kapcsolatot teremteni velem, mégpedig így hangzik, egészségnagykövet.com.
Köszönjük szépen, kedves József, és önöknek is azt tudom mondani, hogy mindig előbb gondolkozzanak, aztán cselekedjenek, de a legeslegelső a saját egészségünk, a jó közérzetünk, tehát minden olyan dolgot, ami ezt segítheti, ami önöknek szimpatikus, azt próbálják ki, hiszen nincs két egyforma ember, nincs két egyforma tanács. Ahogy mondta Miskó József úr, ő nagyon szívesen ad tanácsot, tehát érdemes szakértőhöz fordulni, és nézzenek utána, járjanak utána, törődjenek saját magukkal, és igyekszünk mi is mindig újabb és újabb híreket hozni. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy velünk volt. Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok minden nézőnek.